Kerekes Béla az Alföldről került a Dél-Dunántúlra. Pályáját a zene szeretete hatotta át, már gyermekként zenészi álmokat dédelgetett. Legfrissebb elismerése is jól példázza, hogy az út, amin jár, a legjobb út, amit választhatott. Bonis Bona a Nemzet Tehetségéért díjra a feleségem pályázott be, tudtom nélkül, megkereste volt tanítványomat Kaposváron, és az itteni tanítványaim között is, akik országos vagy nemzetközi versenyt értek el. Ez a díj, ez 5 kategóriában lehetett erre a díjra pályázni, mint utólag megtudtam. Engem az A kategóriára pályázott a feleségem, ahol a szakmai munkámra arra voltak tekintettel, hogy az elmúlt 5 évben milyen versenyeredményeket értem el. Az a lényeg, hogy azt kaphatja meg ezt a díjat, aki az elmúlt 5 évben országos és nemzetközi versenyeken folyamatosan kimagasló eredményt ért el, és az utóbbi időben szinte minden országos és nemzetközi verseny díjjal jöttek vissza a gyerekeim. És akkor így kaptam meg. 20-an kaptuk meg ezt a korcsoportba, ezt a díjat. Egyébként 580 jelentkezés volt, vagy jelölés volt, és 53 díjat adtak ki a gálán. A Bonis Bona elnevezésű elismerés díjazottai között idén Béla a legfiatalabb pedagógus. De a díj történetében is ő a legifjabb díjazott, s erre nagyon büszke. Mint elmesélte, iskoláit is azt szerint válogatta meg, hogy minél magasabb képzést kapjon a maga szakmájában. Én Balmazújvárosi születésű vagyok, ott kezdtem a zeneiskolába járni. Általános iskolás elsős osztályos koromban kezdtem a zeneiskolát, mint általában minden gyerek furuljával kezdtem én is. 2 év furuljázás után hát választani szerettem volna valami komolyabb hangszert, szüleim szerint komolyabb hangszer, akkor jött, hogy részfúvós hangszerekre lehetett menni az iskolában, és akkor tenorkültöt választottam, ezen tanultam 4 évet, és akkor ez kezdett egész jól menni, és akkor jött ez a kérdés, hogy mi leszel, fiam? Hát én otthon azt mondtam, hogy akkor zenész leszek, bár akkor még annyira komolyan talán nem gondoltam, nekivágtunk a dolognak, és akkor elkezdtem rendesen gyakorolni, mert odáig bevallom őszintén, hogy nem mindig úgy készültem, ahogy kellett volna, de akkor nekiugrottam a dolognak, és 8. után felvettek Debrecenbe a Művészeti Szakgimnáziumba, ahol Törőni Tóth Márta volt, egy harsonás volt a tuba tanárom. És ezután pedig Debrecenbe vettek szintén fel a Debreceni Egyetemre, ott végeztem tuba szakon, Szentpáli Rolandnál, és ezután pedig még egy fúvós kannagyit is végeztem, de ez már egy kis kitérő után, mert közben felvettek Kaposvárra a zeneiskolába tanítani. Feleségem közben itt tanított Dombóváron a zeneiskolában, és tavaly előtt nyílt olyan lehetőség, hogy ő átment a gimnáziumba énektanárnak, én pedig kerültem a helyére ide a zeneiskolában, mint részfúvós tanár. Úgy kerültem a zenekar mellé, hogy Kaposváron elment szülési szabadságra a kolléganőm, és akkor megkaptam az utánpótlás zenekart, a Trombita Virág fúvó zenekart vezényelhettem 4 éven keresztül. Ezután kerültem ide az András mellé, ide is járok a zenekarba. Bár itt most tag vagyok. Itt nem vezénylek, néha-néha, hogyha van rá lehetőség, vagy hogyha Andrásnak van valami programja, akkor be szoktam ugrani, de itt a Kisner András továbbra is a karmester, én itt vagyok, segítem a munkáját, amennyivel csak tudom, de a zenekar mellett most, vagy a zenekar most nem vezénylem, hanem csak játszom benne. Emellett most a Dél-Dunántúli fúvózenekart vezénylem, de ott is az utánpótlás együttest. Kollégája az ifjúsági fúvószenekar karnagya, Kiszler András, a vírushelyzet alatt is kitartóan dolgozott. Bár nem a megszokott módon, de igyekezett a diákjaiban ébren tartani a szorgalmat, és online térben tartotta velük a kapcsolatot. Januárban szokásos újévi koncertet adtunk. Nagyon örülök annak, hogy most már ráadás koncertet is kell adni, és ugye a Tücsök zenekar is fellépett, az utánpótlás zenekarunk, 2 teltházas koncertet adtunk, a sztárvendégek az Abbabák voltak, egy 3 tagú hölgyekből álló csapat, amivel egy Abba on Broadway számot adtuk elő, amiben Abba egyvelegek voltak. Én próbálom mindig egy kicsit a koncertet tulajdonképpen színesíteni azzal, hogy vendégelőadókat is hívok, és én azt gondolom megint sikeres volt ez a produkció velük. Szerettünk volna elmenni Horvátországba, új repertoárt tanultunk, viszont márciusban ugye
sajnos a koronavírus járvány tekintetében ugye hát digitális oktatásra kellett átmennünk. Ez nyilván a zenekar életét is befolyásolta, ugye nem lehetett a művészeti iskola épületében próbálni, úgyhogy tulajdonképpen a zenekari tagok a darabokat hangfelvétellel felvették, és azt küldték nekünk, és hát én szerveztem nekik előadásokat online, ahol tulajdonképpen úgymond sztárvendéket hívtam, volt karmester, pilóta, trombita művész, volt énekes, volt 51-szeres Ironman-es, úgyhogy ezzel is próbáltam őket színesíteni, és valamikor csak egy ilyen beszélgetést tartottunk egymás között, a Tücsökzenekar, az Ifjúsági Fúvószenekar, hogy ők hogy élik meg ezt a helyzetet, és én azt gondolom nagyon pozitívum volt. Az elmúlt egy évben olyan megtiszteltetés érte a zenekart, hogy egy helyi sütöde a város kenyerének árából darabonként 20 forinttal támogatta működésüket. A befolyt összeget augusztus 20-án vehette át Kiszler András a városi ünnepségen. Mint elmondta, a támogatást kották és zenekari pólók vásárlására fogják fordítani. A nyáron pedig egy felelősségteljes tisztviselői pozíciót is kapott András. A Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnökségi tagjává választották. 2019. novemberében Szabó Ferenc, a szövetség elnöke felhívott telefonon, hogy a fúvós szekció tagjai egyöntetően rám gondoltak a régióban, hogy legyek az elnökségi tagok között. Én pár napot gondolkodtam rajta, és arra döntésre jutottam, hogy elvállalom, szívesen beszállok a szövetség munkájába, és segítem őket, és bízom benne, hogy a régióban is szakmaileg is tudom majd a zenekarokat segíteni. Most kb. 120 tagszervezet van ebbe, hogy bővülni fog majd több zenekarral és több mazsorett csoporttal is. Kiszler András a 17 fős elnökségben tisztségét 5 évig gyakorolhatja, mandátuma 2025-ig szól. A zenekar most a következő újévi koncertjére készül, amelyen új repertoárt hallhat majd a nagy értemű.